1900 óta a negyedik legrosszabb demográfiai évet zárta Magyarország 2022-ben a KSH frissen nyilvánosságra hozott statisztikái alapján. Mindezekből teljesen egyértelműen látszik, hogy radikális beavatkozásra van szükség mind a családpolitikában, mind az egészségpolitikában. A halálesetek és a születési adatok szemrevételezésével egyértelmű, hogy mit kellene tennie a kormánynak, mégsem cselekszik érdemben egyik területen sem semmit. A nyilvánosságra hozott statisztikák alapján 135.700 ember halt meg 2022-ben Magyarországon. Ez a járvány előtti évekhez képest brutális emelkedést mutat. Hogyha a 2007 és 2019 közötti időszakot nézzük meg, akkor 126 és 132.000 között volt ez a szám minden évben, tehát legalább 4.000-rel, de van olyan év, amihez képest 10.000-rel is több haláleset történt. Ennek a többlet halálozásnak az okát nem hozta nyilvánosságra a KSH, azt későbbre ígérték. A Mi Hazánk mozgalom szerint érdemi vizsgálat kellene, hogy ezt követően elinduljon ezen többlet halálozás okának a kivizsgálására. Enélkül is egyébként Magyarország az elkerülhető halálesetek tekintetében második helyen áll az Európai Unióban, és a három legfőbb halál ok az életmóddal függ össze. Ki kell emelnem az elhízást, amely 2014 óta növekvő tendenciát mutat sajnos hazánkban, és egyértelműen látszik, hogy a COVID lezárások idején átlagosan 4-5 kg-mal hízott el a lakosság egy-egy tagja, amely szintén cselekvést, beavatkozást igényelne a kormány részéről is. De romlanak a mutatók az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a mozgásszegény életmód tekintetében is. Mindezek mutatják, hogy átfogó stratégiára lenne szükség, hiszen a halálesetek nagy része elkerülhető lenne Magyarországon. Hogyha a születés számokat és a születési oldalt nézzük meg, akkor még lesújtóbb képpel kell, hogy szembesüljünk, hiszen amióta mérik egyáltalán Magyarországon az éves születés számot, azóta a második legalacsonyabb értéket mutatja a 2022-es. De nem is csak a születés szám a legfontosabb, hanem a termékenységi arányszám, amely 2012 óta nem csökkent Magyarországon, erre a mostani évben van csak példa, az egy évvel korábbi 1,59-es értékről 1,52-re esett vissza. Ez azért is rendkívül súlyos, mert Orbán Viktor a családpolitikai akcióterv bejelentésekor célul tűzte ki azt, hogy 2030-ra a termékenységi arányszám elérje a 2,1-et, ami a lakosság lélekszámának nagyjából a fenntartását, pici emelkedését eredményezni. Hogyha a 2030-ban el akarjuk érni a 2,1-et, akkor ennek az aránynak most 1,65-nek kellene lennie, ezért is szomorú, hogy 1,52-re esett vissza. Hozzá kell tenni, hogy ilyen lesújtó adatok ellenére a kormány a családpolitikában elinflálja a családtámogatásokat. Az összes családtámogatás január 1-én veszített a reál értékéből, hiszen ilyen elképesztő mértékű infláció mellett nem emelte a kormány olyan mértékben ezeket, hogy egyáltalán csak meg tudják őrizni az értéküket, nemhogy még emelkedjenek is. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt javasolja, hogy a nyugdíjakhoz hasonlóan legyen infláció követő, mindaz a családtámogatás, amely munkaviszonyhoz kötött. Emellett a kormány nyújtson érdemi segítséget a gyermekfelügyelet vonatkozásában. 2022-ben 73 olyan munkanap volt, amikor a szülőknek kellett gondoskodni a gyermekük felügyeletéről a különböző iskolai és óvodai szünetek miatt. Tehát ez a szám csak arra az esetre vonatkozik, hogyha a gyermek egyetlen napot sem volt beteg. Így ez elképesztő mértékű hátrányt jelent a munkaerőpiacon, hogy dolgozó szülőknek is ezeken a napokon gondoskodniuk kell a gyermekfelügyeletről. Mindezen kormányzati mulasztások miatt is vitára hívom ki Csák János miniszterurat, hiszen nem tartható fenn a magyar demográfiai helyzet, és láthatólag a kormány sem az anyagi
erőforrások tekintetében sem új szakpolitikai javaslatokkal nem él, illetve nem élt az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy ezt a rendkívül lesújtó demográfiai helyzetet orvosolja, és valóban egy lélekszámában gyarapodó pályára állítsa a magyarságot.